I came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody, 'cause I ain't got the time. Nah, nah. I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, 'cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden. Üdvözlök mindenkit! Mély tisztelettel itt vagyunk egy újabb videóban, itt vagyunk Velence vasúti megállóhelyen, és hát ebben a mai videóban igazából nem annyira közlekedési tartalom lesz majd az, ami az előtérbe kerül, bár egyébként szerintem meglehetősen jó kis művész is nyitett tudtam készíteni a kihaladó csatolt egységről, itt a flörtről, vagy flörtökről. Azért is különlegesség egyébként így látni csatolt flörtöt, hiszen egyre kevesebb már a piros, ugye 60 alatt tulajdonképpen az összes piros a flörtök közül, csak hát ugye megkapták most az új festés matricázást, és így folyamatosan kékülnek be a flörtök. Egyébként csatolt egységet, tehát a két egység, és mind a kettő piros legyen, hát 1000 meg 600 éve nem láttam már, de úgy aztán meg, hogy hármas egység és pirosak, hát úgy aztán meg már szerintem még régebben. Úgyhogy igazából, bár ezeket most még az ember nem tudja annyira értékelni, mert hát most piros flört kit érdekel, de próbáljátok meg értékelni, néha nekem sem megy, és filmezzétek, fotózzátok le őket, mert egyre kevesebb lesz belőlük, és el is fognak tűnni. Legjobb tudomásom szerint az egyes marad az egyetlen, ami piros flört lesz, egyfajta ilyen retro flört, hogy ezt a koncepciót megtartották-e, azt nem tudom. Egyébként a velencei tavat fogjuk megnézni, és sajnos nem túl pozitív okból kifolyólag, hiszen lehet olvasni, lehetett látni a hírekben, hogy a kiszáradás küszöbén van a velencei tó. A legkritikusabb vízszint, amit mértek egyébként a velencei tóval kapcsolatban, az azt hiszem egy agárdi mérés, nem a mostanira gondolok, hanem úgymond a rekord negatív irányba, az 63 cm volt, és a mostani mérések alapján ezt elég erősen megközelítette a velencei tó jelenleg, illetve a legutóbbi mérésnél, amikor ilyen kritikus szintet mértek pár hete, az 64 cm volt, úgyhogy 1 cm-re megközelítette ezt a kritikus vízszintet. De gyertek, nézzük! No, hát ez nagyon-nagyon durva, nézzétek meg, itt vagyunk konkrétan a tónak a helyén, tehát tulajdonképpen itt akár sétálgathatnék is, normál esetben is, viszont akkor hát legalább a lábamnak vizesnek kellene lennie, de hát láthatjátok, hogy nem az, és láthatjátok, hogy brutális, kimegyünk egyébként egészen a tóhoz, de nézzétek meg, hogy milyen mélyen be lehet sétálni úgy, hogy tulajdonképpen víz nem fogja érni a lábunkat. Egészen elképesztő egyébként ez az élmény, hogy itt sétálgatok, ahol nézzétek meg, milyen távol, odáig végig víznek kellene lennie. Ott vannak a lejárók egyébként, a ilyen strandlejárók, vagy ezt nem is tudom, hogy mondjam. Mert nem is tudom, hogy itt egyébként ez egy ilyen szabad strandos része. Nem vagyok nagy velencei tó ismerő, hogy őszinte legyek, de tessék, lássék, idáig be tudtunk jönni. Úgy, hogy eddig tavat nem értünk. És itt érünk először. És mindezt úgy lett 64,
centi, hogy tavasszal volt, hogy 100-at mértek. Tehát egészen elképesztő különbségek. De hát ugye nincsen eső, az a nagy probléma. Ha van, akkor is egy ilyen kis lófütyi. És eközben viszont iszonyatosan meleg van, tehát párolog is a tó nyilvánvalóan. Ezt, az az igazság, ezt ember nem tudja megoldani. Hát, srácok, mondhatjátok, hogy ez is ilyen katasztrófa turizmus, de igazából persze az. De ezt én látni akartam. Nem pozitív értelemben mondom ezt, hogy ez olyan klassz, hanem egyszerűen ilyen sokkoló. Tehát tényleg sokkoló. Ez így az ilyen mindenféle nem megrendezett, mert nem rendezett meg, de ilyen fotósok által készített képeken nem jön át ennyire amúgy. És lehet, hogy a videóban sem fog ez átjönni. Ez egészen elképesztő. De lesokkolt. Komolyan mondom nektek. Tényleg lesokkolt. Nézzetek meg. Ott egy csónak. Ott egy csónak a földön. Mert hogy a tó eltűnt alóla. Hát én most egyébként mindenkit távol tartanék attól, hogy a Velencei tóra jöjjön nyaralni, mert nyilván lehet bent úszkálni, meg mindent csinálni ugyanúgy, de valahogy ez az egész látványos körítés igazából ugye az ember kedvét hát leviszi. Nagyon leviszi. Brutális. Tényleg lehet, hogy ez a videó nem tudom mennyire jött át, igyekeztem nektek átadni, csináltam vágóképeket, meg a nagy látószögben is láthatjátok, hogy mekkora területet érint az, ami valamikor a tó volt. De ezt igazából valamilyen szinten meg kell, nem kell, de ha meg akarod úgy igazán érezni, akkor el kell jönned ide. Na megyünk hát nem állomásra, de az átlagembernek úgyis vasútállomás, úgyhogy menjünk Velence megállóhelyre.